Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. És a te lelkeddel. Zsolt atya, nagy-nagy szeretettel köszöntöm mind a két atyát itt a józsefvárosi Szent József templomba. Ritka alkalom, hogy két püspök atyát is itt láthatunk a templomba. Jó alkalom itt a Szent Család évének a kezdetén. Én nagyon köszönöm, hogy elfogadták a meghívást, itt vannak, és együtt mutatják be a szentmisét. Kempüspök atyákat mutassák be a szentmisét. Szent József ünnepén a családév megnyitó szentmiséjét mondjuk. Szent atyánk úgy rendelkezett, hogy a mai nappal induljon a családok éve. Gyönyörű gondolat ez, hiszen Szent József, mint a Szent Család gondviselője, példakép lehet minden édesapa számára, mindenki számára, aki felelősséget hordoz egy családért. Különleges körülmények között tartjuk ezt a nyitó szentmisét. Köszönetet mondok Marton Zsolt Váci megyés püspök úrnak azért, hogy elvállalta a szentbeszéd elmondását, hiszen ő püspöki karunk családbizottságának az elnöke. De különösek a körülmények azért is, mert nem népes gyülekezetben ünnepelhetünk, hanem bizony a járvány miatt ez egy magán jellegű szentmise, a nagy nyilvánosság csak a tömegtájékoztatás útján kapcsolódhat be az ünneplésbe. Köszönjük tehát azok szolgálatát is, akik ezt lehetővé teszik. De a család iránti elkötelezettségünk nem függ az időjárástól, nem függ a külső körülményektől sem. Elmondhatom a személyes tapasztalatomból, hogy legkisebb gyerekkorom óta, amikor családunkkal, szüleimmel és nagyszüleimmel ide ebbe a templomba jártunk, hát egészen más volt a családok helyzete. Nagyon sok nehézség, lakássínség és sok minden egyéb terhelte a családokat. És mégis ott volt az életünkben valahol a boldogság. A család, mint közösség megtanítja az embert a boldogság előízére is. És nem véletlen, hogy néha álmunkban a szüleinkkel találkozunk, ahogy mosolyogva együtt vagyunk. Nem véletlen, hogy a világ népeinek a vágyaiban ott szerepel, hogy majd a halálunk után a szeretteinkkel is újra együtt lehessünk. Adja Isten, hogy családjaink erőforrás legyenek mindannyiunk számára, áldja meg a családokat, adjon nekik is erőt, hogy a mai életnek a különleges helyzeteit és kihívásait valóban jól fogadják,
és olyan választ adjanak rá, ami mindannyiunkat gazdagít. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és nyulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, te Szent József hűséges gondviselésére bíztad megváltásunk kezdetének titkait. Add kérünk, hogy egyházad az ő közben járó segítségével szüntelenül folytassa és teljesítse az üdvösség szent művét. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Sámuel második könyvéből. Amikor Dávid király elhatározta, hogy Jeruzsálemben templomot épít az Úrnak, még akkor éjszaka,
az Úr szózatot intézett Nátán prófétához. Menj, és mondd meg szolgámnak Dávidnak. Ezt mondja az Úr. Ha majd napjaid betelnek, és megtérsz atyáidhoz, megtartom a magvadból származó utódodat, és megszilárdítom a királyságát. Ő házat épít nevemnek, én meg minden időre megszilárdítom királyi trónját. Én az ő atya leszek, ő pedig az én fiam. Házad és királyságod örökre fennmarad színem előtt, trónod örökké szilárd marad. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Dávid hívod égon, fennmarad mind örökké. Dávid hívod égon, fennmarad mind örökké. Az Úr irgalmáról énekelek örökkön örökké. Hűségedet nemzedékről nemzedékre hirdeti ajkom. Így szóltál, irgalmam szilárdon áll mindörökké. Valóban a te hűséged erős, miként a menny volt. Dávid hívad égon, fennmarad választottammal szövetséget kötöttem, megesküdtem szolgámnak, Dávidnak, megerősítem hivatékodat örökre, és megszilárdítom trónodat nemzedékről nemzedékre. Szent lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, az ígéret, hogy Ábrahám utódai öröklik a világot, nem a mózesi törvénnyel, hanem a hitből való megigazulással kapcsolatban hangzott el. Azért a hittel kapcsolatban, hogy kegyelemből legyen. Így lett az ígéret minden utód számára biztos. Nem csak azok számára, akik alá vannak vetve a törvénynek, hanem azok számára is, akik Ábrahám hitéből valók. Nekik, mindnyájuknak atya ő Isten előtt, amint az írás mondja róla, sok nép atyává rendeltelek. Mert hitt abban, aki életre kelti a halottakat, és létet ad a nem létezőknek. A reménytelenségben is reménykedve hitte, hogy sok nép atya lesz, Isten ígérete szerint. Nagy lesz a te nemzetséged. Ez szolgált megigazulására. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Dicsőség és hála légyben, néked, Urunk Jézus. Dicsőség és hála légyben, néked, Urunk Jézus.
Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőségnek Isten. Dávid utódai közül Jákobtól született József, aki jegyese volt Máriának, Jézus Krisztus szülő anyjának. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, Mária gyermeket fogant méhében a Szent Lélektől. Férje, József, igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni. Ezért úgy határozott, hogy titokban bocsájtja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt. József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szent Lélektől van. Fiat születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől. Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Eminenciás bíboros úr, excellenciás érsek és püspök urak, kedves paptestvérek, kedves magyar családok, Krisztusban kedves testvéreim. Reményik Sándor József az ács az Istennel beszél című versét bizonyára sokan ismerik. A költő hangján Szent József így elmélkedik. Te vagy az atya, én senki vagyok. Az evangéliumban hallgatok, s hallgat rólam az evangélium. A valóban sokunknak talán az tűnik föl elsőre Szent Józseffel kapcsolatban, hogy egyetlen szót sem szól. Igaz, a boldogságos Szűz Mária sem beszél sokat, de amit mond, annak rendkívüli jelentőségét mindig hangsúlyozzuk. Tény, hogy az evangéliumok főszereplője Jézus. Földi szüleinek, édesanyjának és nevelőapjának a hivatása pedig az, hogy ő hozzá vezessenek bennünket. Egyházunk nem csak Máriának tulajdonít rendkívüli jelentőséget Jézus életében, és így az üdvösség munkálásában, hanem Józsefnek is. Ezt bizonyítja, hogy a szent hagyomány a harmadik századtól kiemelt tiszteletben részesíti őt. A pápák ennek különös hangsúlyt adtak. Boldog 9. Pius pápa 1870. december 8-án a katolikus egyház védőszentjévé nyilvánította Szent Józsefet, majd március 19-ét fő ünneppé tette. 12. Pius pápa 1955-ben a munkások védőszentjévé nyilvánította őt, Szent II. János Pál pápa pedig úgy mutatja be, mint a megváltó őrzőjét. Ferenc pápa egyik első rendelkezése volt, hogy Szent József nevét vegyék fel a Szentmise eukarisztikus imájába, az úgynevezett kánonba. Tavaly december 8-án a katolikus egyház védőszentjévé nyilvánítás 150. évfordulóján a Szent Atya meghirdette a Szent József évet. A mai nappal pedig megnyitja az Amoris Laetitia családévet. Nem véletlen, hogy ez a két ünnepi év párhuzamosan fut, hiszen szorosan összekapcsolódnak. A pápa december 8-án kiadott Patris Corde
apai szívvel kezdetű apostoli levelében így fogalmaz. Szent József nagysága abban állt, hogy Mária férje és Jézus apja volt, hogy önmagát, életét, munkáját teljesen a Szent Családnak szentelje. A Szent Atya lelkesedésén felbuzdulva mi is szeretnénk az Amoris Laetitia család évében az apák szerepét fókuszba állítani. Ennek fényében szeretnénk rátekinteni Szent Józsefre és belőle példát meríteni. Joggal tehetjük föl a kérdést, hogy mit tudunk Szent Józsefről, és miben lehet nekünk, ma élő embereknek példa, főként az apáknak és az apaságra készülőknek, valamint nekünk papoknak, lelki apáknak. A pápa igen sok tulajdonságát felsorolja Szent Józsefnek, és elmélkedik róluk apostoli buzdításában. 7 jellemzőt emel ki. Szeretett apa, gyengéd apa, engedelmes apa, elfogadó apa, teremtő bátorságú apa, dolgozó apa, árnyékként kísérő apa. A most következő családév folyamán ezekben szeretnénk jobban elmélyedni, amit hónapról hónapra egy-egy videóüzenetben teszünk majd közzé. Most Szent Józsefnek a családban betöltött szerepét 3 kapcsolódásán keresztül szeretnénk vizsgálni. Szent József kapcsolata Istennel, Máriával és Jézussal. Szent József kapcsolata Istennel. József Istennel és Isten rávonatkozó akaratával álmában találkozik az úrangyala által. Az álom rendkívüli jelentőségű a Bibliában, mert Istennek olyan cselekvését vagy üzenetét jelenti, amelyet az ember természetes módon nem képes felfogni. Például ilyen Éva teremtése, vagy Ábrahám és Isten szövetségkötése. A mai evangélium Józsefről azt írja, hogy igaz ember volt. Az Ószövetségben ez a kifejezés a törvény szerint élő embert jelenti. Azonban a Máriával történt esemény, hogy állapotos lett, József számára talán feldolgozhatatlan lenne, ha nem kapna isteni útmutatást. De álmában megkapja, és ő igent mond rá feltétel nélkül. József igaz ember, mert nem csak a törvényt akarja megtartani, hanem teljes bizalommal Istenre hagyatkozik. Férfias, benső vívódásának eredménye, hogy teljesen befogadja Isten üzenetét. Áldott az az édesapa, nevelőapa, aki fölmeri vállalni saját küzdelmeit, Isten elé meri vinni és hallgat rá. Szent József kapcsolata Máriával. A Máriával történt egyedülálló eseményt, amíg nem tudta meg az igazságot Isten angyalától, a vallásos zsidóként emberileg tisztességes módon akarta elrendezni. Nem pusztán a törvény betűjéhez, hanem annak szellemiségéhez is hű akart maradni. Úgy gondolkodott, hogy titokban bocsátja el hitvesét. 16. Benedek pápa a Názáreti Jézus című 3 kötetes művében áldott embernek nevezi Józsefet, mert viselkedése áldást hoz a saját és Mária életére. A mai evangélium ezt írja. Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki, és magához vette feleségét. Szent II. János Pál pápa így fogalmaz a megváltó őrzője kezdetű apostoli buzdításában.
magához vette őt anyaságának egész titkával, magához vette a fiúval együtt, akinek a Szentlélek ereje által kellett világra jönnie. Így a Máriához hasonló készséges beleegyezéséről tett bizonyságot mindazzal kapcsolatban, amit Isten rábízott a küldötte által. Eddig az idézet. Amikor József álmából fölébredt, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Úgy cselekedett. Ez egy hangsúlyos szó a mai evangéliumból. Józsefre különösen jellemző a cselekvés. Ő a tettek embere. Gondoskodik Máriáról és a gyermekről. Neki köszönhető, hogy Isten fia családban nevelkedhet, nevelőapja védelmében. József felesége mellett van gyermekük születésénél. Azt is mondhatnánk mai modern kifejezéssel élve, hogy a betlehemi istálóban apás szülés történik. Részt vesz a gyermek nevelésében, születése pillanatától kezdve. Ma is áldott dolog, ha egy apa jelen tud lenni gyermeke születésénél. De még áldottabb, ha részt is vesz a nevelésében, elejétől fogva. József kapcsolata Jézussal. József és Jézus kapcsolatáról Ferenc pápa így fogalmaz az apai szívvel kezdetű írásában. Szent József ács volt, aki becsületesen dolgozott, hogy családja megélhetését biztosítsa. Jézus tőle tanulta meg annak értékét, méltóságát és örömét, hogy az ember a saját munkájával megkeresett kenyerét eszi. Mondja a Szent Atya. A munkára nevelő apa szeretetteljes jelenléte óriási kincs a családban. Hiánya pedig hatalmas űrt jelent. Szabadjon egy személyes példát mondanom. Édesapám műszaki iparos vállalkozó volt, én pedig sokat voltam vele a műhelyében. Már én magam humán beállítottságú vagyok, mégis roppant hasznosak és meghatározóak lettek számomra az ott szerzett tapasztalatok. Akár csak az, hogy kispapkorom végéig édesapámnak köszönhetően rendszeresen végeztem fizikai munkát. Jézus gyermekkorának részleteiről az úgynevezett apokrif írásokból maradtak ránk kedves kis elbeszélések. A megváltó gyermekségének arab evangéliuma például arról tudósít, hogy idézem, amikor a városbeliek különböző famunkák végett, hogy ajtót, sajtárt, ágyat, ládát készítsen nekik, magukhoz rendelték Józsefet, ő mindig magával vitte az Úr Jézust is. Bárhová ment az Úr Jézus, mindenhová vele tartott. Az apokrif iratok nem történeti művek, de valamiképpen érzékeltetik azt a világot, amiről szólnak. A fenti részletből kiviláglik József apai törődése, amint bevonja fiát mestersége művelésébe. A történet folytatása azt is elbeszéli, hogy ha egy bútor nem sikerült megfelelő méretűre, akkor a kis Jézus csodás módon igazította azt helyre. Ez a mozzanat József alázatát mutatja be, hogy tisztában van képességeivel és korlátaival, és nem szégyel segítséget kérni gyermekétől. Nyitott és együttműködő apa ő, aki tekintélyét nem autokratikus módon szerzi meg, hanem befogadó szeretetével éri el. Ferenc pápa ezt mondja. Túl sokszor gondoljuk úgy, hogy Isten csak a jó és győztes oldalunkra számít, míg valójában terveinek többségét gyengeségünkön keresztül is annak ellenére valósítja meg, mondja a pápa. József bevezeti Jézust a munkavilágába. Ő az első tanítója, és ezt nem rendkívüli módon teszi,
József személyében éppen az a nagyszerű, hogy nem rendkívüli. Ezzel ad példát arra, hogy nem kell az egy apának szuperhősi, szupersztárrá válnia ahhoz, hogy betöltse hivatását. Mindössze teljesítenie kell a rábízott állapotbeli feladatát. Szent József a tipikus háttérember, aki csöndességében nagyon beszédes. Tetteivel biztonságot teremt, gondoskodik családjáról. Nagy áldás és pótolhatatlan a csöndes, hűséges háttérember apa a családban. Kedves édesapák és nevelőapák! Ferenc pápa az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdításában ezt írja, idézem: a világos és boldog férfi identitású apa, aki magatartásában egyesíti a felesége iránti szeretetet és elfogadást, épp annyira szükséges, amennyire az anyai gondoskodás. Az Amoris Laetitia család évében fontos tudatosítani magunkban, hogy a család társadalmi létünk alapvető egysége, ahogy Ferenc pápa fogalmaz, a háromság Isten szeretett közösség, és a család az ő élő tükröződése. Azt is mondja ugyanitt, a férfi és a nő, az apa és az anya, a teremtő Isten szeretetének munkatársai. Továbbá minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy megkapja az édesanya és az édesapa szeretetét. Eddig az idézet. Tudjuk, hogy napjainkban sokan élnek csonka családban, feléjük különleges szeretettel kell fordulnunk. Számos gyermeknek van nevelőapja, esetleg mindkettő szülője nevelőszülő. Óriási szolgálatot tesznek, akik fölvállalják ezt a hivatást. Kedves szülők, nevelőszülők, édesapák és édesanyák, nevelőapák és nevelőanyák, szeretnénk nektek köszönetet mondani, hogy gyermekeiteket vállaljátok és fölnevelitek. Kedves nagypapák és nagymamák, nektek is szeretnénk köszönetet mondani nélkülözhetetlen hivatásotokért. Köszönet a Szentatyának, hogy külön napot fog rendelni a nagyszülők tiszteletére. Az Amoris Laetitia családév folyamán kérjük Szent József közbenjárását, hogy mindig legyenek őhozzá hasonló atyai szívű apák, máriás lelkületű anyák és a családot segítő nagyszülők, akik a Szent Háromság Isten végtelen szeretetét tükrözik. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették. Kínhalált szenvedett, és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége.
hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, Szent Józsefnek, a Szent Család gondviselőjének ünnepén terjesszük kéréseinket mennyei atyánk elé. Szent József közbenjárására oltalmazd meg, Urunk, egyházadat az egész világon. Az emberiség vezetői Szent József bölcsességével gondoskodjanak a népek nagy családjáról. A názáreti otthon békéje és meghitt öröme töltse el családjaink életét. Szent József hite, egyszerűsége és Istenbe vetett bizalma legyen a családapák eszményképe. Szent József követésével szenteljük meg mindennapi munkás életünket. Kérjük téged, hallgass meg minket. Istenünk, te Szent Józsefet példaképül adtad nekünk a családi élet megszentelésére. Add, hogy a mi fáradozásunk is a te dicsőségedre, családunk és embertársaink javára váljék, Krisztus a mi Úrunk által. Amen. Istenem, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. Áldott legyen az Isten mindörökké. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Áldott legyen az Isten mindörökké. Most lehorom bűnőmet is értem. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentegyház javára. Kérünk, Istenünk, hogy amint Szent József odaadó, gyengét szeretettel gondját viselte egyszülött fiadnak és édesanyjának, a boldogságos Szűz Máriának, úgy mi is tiszta szívvel szolgálhassunk oltárod előtt, Krisztus a mi Úrunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Felemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, és téged Szent József ünnepén illő hódolattal dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk, mert őt, az igazi férfit, az Isten szülő szűznek jegyesül adtad, mint hű és okos szolgát családod fölé rendelted, hogy atyai gonddal őrizze
a Szentlélek erejéből megtestesült fiadat, a mi Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek. Az égi hatalmak rettegik. A mennyei seregek, az ég erői, s a boldog szeráf kórusok újongva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással mondjuk. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem érsz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tett tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter bíboros érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörük kérünk mindnyájunkon Isten anyjával, boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő egyesével, a szent apostolokkal, s minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és Isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét. Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Fel vagy ott már, Betlehem.
könyörögjünk. Kérünk Istenünk, oltalmazd folytonos védelmeddel családodat, amelyet Szent József örömünnepén ennek az oltárnak kenyerével tápláltál. Add, hogy ajándékaid megmaradjanak bennünk, Krisztus a mi Úrunk által. Amen. Novák Katalin, családokért felelős tárca nélküli miniszter ünnepi köszöntője, eminenciás bíboros úr, főtisztelendő püspök úr, ünneplő közösség. Nagybőjt idején, húsvétra készülve, az idei világjárvánnyal terhelt évben különösen fontos számunkra, hogy a katolikus egyház feje, Ferenc pápa, meghirdette a családban megélt szeretet örömének évét. Ma az a hagyományos család, mely a keresztény élet és kultúra egyik alapköve, a támadások keresztüzében áll. Romboló erők dolgoznak azon, hogy a családokat szétszakítsák, a közösségeket tönkretegyék, a fiatalokat eltántorítsák a gyermekvállalástól. Az anyából, apából, gyerekekből álló családok célkeresztbe kerültek, sokan lenézik azokat, akik a gyermeknevelésben élik meg a kiteljesedést, sokan idejét múltnak minősítik a nagycsaládos életet. Életünk alapvető értékei azonban az idő múltával sem változnak. A 2000 éve biztos pontokra ma ugyanúgy szükségünk van, mint az előttünk járt generációknak. A család a bölcső, a gyermek a jövő. Magyarországon 2010 óta dolgozik a kormányzat azért, hogy a fiatalok család alapítása útjában álló akadályokat megszüntessük, hogy a gyermekneveléssel járó terheket csökkentsük, a családok életlehetőségeit bővítsük. A szülőknek munkalehetőséget kínálunk. Támogatjuk az otthonteremtést, a gyerekek tanítatását, felnevelését. Azt szeretnénk, ha jól és szépen élhetnének gyermekeink, szüleink, nagyszüleink. A családok mindig számíthatnak a keresztény egyházak szolgálatára, s a családszervezetek közösséget teremtő erejére. Megtisztelő lehetőség, hogy ebben az építkezésben, kormányzatként részünk lehet a családokat védő jogszabályok megalkotásával, a szükséges anyagi források megteremtésével, a családközpontú élet feltételeinek biztosításával. Mi, akik családban élünk, tudjuk, hogy a lényeg mégis az a szeretet, amit ebben a fészekben egymásnak adunk. Három gyermek édesanyjaként, férjemmel együtt naponta átélem a terhek mellett ezt a boldogságot. 2018-ban a kormány meghirdette a családok évét, most pedig annak örülhetünk, hogy a katolikus egyház szentel egy egész évet legféltettebb kisközösségeinknek. Bátorító, hogy ebben az évben még többen mondanak majd imát az édesanyákért, az édesapákért és a gyermekekért. Keresztényként valljuk, hogy teremtő és megváltó Istenünk bízta ránk családunkat, s bízott minket a családunkra. Így tartozunk együtt Isten családjába. A most induló családok éve kitüntetett alkalom arra, hogy a járvány ellenére megerősítsük emberi kapcsolatainkat. A vírus kicsiktől nagyokig, fiataloktól idősekig próbára teszi a fizikai és a lelki erőnket, de ilyenkor is épp a család nyújthatja a legnagyobb biztonságot. Kívánom, hogy az embert próbáló körülmények között is minél több családban merítsenek erőt az egymás iránti gondoskodásból, szeretetből. Áldást kívánó köszöntéssel, Novák Katalin, családokért felelős tárca nélküli miniszter.
Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár ünnepi köszöntője. Nagy öröm, hogy a világegyházhoz hasonlóan Magyarországon is megrendezésre kerül a Ferenc pápa által meghirdetett Amoris Laetitia családév. Mivel a járvány miatt most nem lehetséges a személyes részvétel, levelem útján szeretném köszönteni a Szentmise online közösségét. Amoris Laetitia, a szeretet öröme. Ferenc pápa 2016-ban megjelent a családokról szóló apostoli buzdításának címe kifejezi mindazt, amire a leginkább szükségünk van. Szeretetre és örömre. Akik családban nőttünk fel, megtapasztalhattuk a család pótolhatatlanságát, ahol a szeretet és az öröm mellett szellemi és lelki fejlődésünk, hitünk alapjait kaptuk. Magyarország kormánya az elmúlt 11 évben számtalan intézkedéssel segítette a családokat, a házasságra készülőket és a gyermekre vágyókat. Istennek hála, számos konkrét eredményről tudnék beszámolni. A számok és összegek helyett azonban most inkább lelki élményeket szeretnénk említeni, melyek persze számokban is kifejezhetőek. Magyarországon 2010 óta több mint 80%-kal nőtt a házasságok száma, egyre több pár vállal gyereket. A válások száma 27%-kal, az abortuszok száma pedig több mint a felére csökken. Nekünk, katolikus embereknek ezek különösen örömteli eredmények. Ezek az örömteli változások, az értékek megőrzése és továbbadása csak egyházaink segítségével valósulhattak meg. Éppen ezért teljesen természetes, hogy további törekvéseinkben, küzdelmeinkben, a szeretet örömének munkálásában a jövőben is számítunk az egyházak lelki, hitéleti tevékenységére, mint ahogy egyházaink, egyházi közösségeink is számíthatnak ránk. Biztosíthatom önöket, hogy a jövőben is támogatni fogjuk az egyházak közfeladat ellátását és lelkipásztori szolgálatát, a templomok, egyházi iskolák és közösségi házak felújítását, illetve újak építését, az egyházi táborokat és közösségi programokat. Idén jelentős előrelépés várható a katolikus óvoda programban, melyben országszerte 130 óvoda épül vagy újul meg kormányzati támogatással. Számunkra természetes, hogy a családban egy apa és egy anya kapcsolatából születik a gyermek. Sajnálatosnak és károsnak tartjuk, hogy hazánkban is vannak, akik vitatják ezt. Hisszük, hogy amikor családokról beszélünk, nemzetünk és egyházunk jövőjéről beszélünk. Így amikor a családokat támogatjuk, az életet és a jövőt támogatjuk. Szívből kívánom, hogy a 2022. júniusában a családok 10. világtalálkozóján záruló családév magyar egyházunk családjai és közösségei számára is sok áldást, örömet és lelki megerősödést hozzon. Isten áldja családjainkat és mindazokat, akik értük munkálkodnak a magyar egyházban és a társadalomban. Üdvözlettel, Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnökének a köszöntője. Köszönöm mind a magam, mind pedig a Nagycsaládosok Országos Egyesülete nevében a megtiszteltetést, hogy soraimat felolvassák a családok éve nyitó szentmiséjén. A baj és az aggódás megoszlik, viszont az öröm megsokszorozódik a népes család tagjai között. Márton Áron püspök szavai a lehető legtisztábban szólnak a családról
és a nagy családos életformáról. Mi ezt így szoktuk mondani: több gyermek, több szeretet. A több szeretet pedig jobb, élhetőbb, szerethetőbb földi világot eredményez. Örömmel tölt el, hogy a katolikus egyház a családot állította a világ figyelmének középpontjába. Felmérhetetlenül fontos, hogy egy olyan korban, amely tele van kérdőjelekkel, ez az év a katolikus egyház szempontjából is fontos. Bizonyosságként állítja a családot minden ember elé. Mi is bizonyosságként állítjuk, hogy az ember számára a legtermészetesebb szeretetközösség, az ember legalapvetőbb lelki és testi igényeit kielégítő család és az abban születő gyermekek. Ez az emberi létezés egyik legfontosabb célja. A családból nyerjük a szeretetet, ami ahhoz szükséges, hogy képesek legyünk a saját életünket élni, és ahhoz is, hogy megbecsüljük a másik embert. Nincs mindannyiunk előtt személyesen megélt jó példa. Épp ezért fontos üzennünk mindenkinek, nekik is sikerülhet. A család értelmét magunkban hordozzuk, és igenis, képesek vagyunk megteremteni azt a magunk számára. A család az élet csodája, ahol az önzetlenség mindig erősebb az önzésnél, ahol a viszályt mindig felülírja a bizalom, és ahol a jó indulat mindig erősebb a haragnál. Jó magam, szó szerint tartom magam a Biblia szavaihoz. A nap ne nyugodjék le haragotok fölött. Egyedül soha nem lehetünk valóban boldogok, a boldogságunkhoz mindig kell valaki. Egy barát, egy szerelem, egy házastárs, egy gyermek, vagy gyermekek. A boldogság útja a családhoz vezet, s a család a boldogsághoz. Ha a családot választjuk, akkor az emberhez legméltóbb és legszerethetőbb életet választjuk, és hitem szerint Istennek tetsző életet. Isten áldását kérem minden családra és a család évére. Szeretettel Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke. Szép köszöntések elhangzása után hálát adunk Istennek, hogy valóban egy ilyen évet kezdhetünk, amikor tudatára ébredünk újra a család értékének. Kérjük az eukarisztikus Krisztust, hogy az idén a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus is új erőforrás lehessen családjaink, népünk, városunk és az egész világ számára. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Legyen áldott az Úr neve. Most és mindörökké. Segítségünk az Úr nevében. Aki ezeket is a földet alkotta. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála.